Érkeznek a képviselők, vendégek a Pécsi Nemzeti Színház épületébe. Szeptember 1-e a város napja. Ezen a napon ünnepi közgyűléssel emlékeznek meg erről a Baranyai megyeszékhelyen. Úrik Teodóra az Állami Balett Intézet után Pécsre szerződött, és az Ekimre által alapított Pécsi Balett együttes tagja lett. Ekkor adják át a város díjait is. A legrangosabb a díszpolgári cím, amit idén Ukrik Teodóra kapott. 62 évvel ezelőtt érkezett Pécsre, frissen végzett táncosként. Ek Imre társulatának tagja lett. Ezt az örökséget viszi tovább, mondta köszöntő beszédében Dóra néni. Ezt a fajta színházi látásmódot követnünk kell, ezt a fajta táncosok által történő szavak nélküli elbeszélést, interpretálást, nagyon-nagyon különleges dolog szavak nélkül előadni történeteket, továbbra is vállaljuk és visszük, és az én feladatom, ami 62 év alatt az olyan színes palettán ugrált, hogy táncművésztől, rendezőtől, jelmeztervezőtől, szövegírótól kezdve könyvírásig, egyetemi tanárságig mindent bejártam, ami létezik, és ezt mind Pécsnek köszönhetem. A díszpolgári cím mellett szakmai díjakat is átadtak a közgyűlés döntése alapján. Az eseményt művészeti produkciók színesítették, amikben szerepet kaptak Pécs tehetséges fiatal előadói.